A Kaposmenti térség polgármestereinek közös tanácsa egyhangú szavazással választotta ismételten elnökül Pintér Szilárdot, aki az előző ciklusban Csikós Töttös vezetőjeként már elnökölt a testületben. A választásokat követően Dombóvár polgármestere lett, és azonnal bejelentették csatlakozásukat a térségi szervezethez. Ez a társulás, amelyet a kényszer hozott létre 2014. decemberében Dombóvár összeférhetetlen viselkedésének következményeképpen, tavaly választások után összeforrt. Az önkormányzati törvény minden paragrafusát betartva születhetett meg ma az a döntés, hiszen december 31-ig meghoztuk a csatlakozási szándékról nyilatkozatunkat, fél év múlva lehetett ez a társuláshoz csatlakozni, és ma már azon kívül, hogy Dombóvár teljes jogú tagja ennek a társulásnak, mai napon kollégák újból engemet választottak meg elnöknek, amit én ezután is szeretnék nekik nagyon megköszönni. Ez a járás 16 település, és nem 15 plusz 1, olyan dolgokat tudunk észszerűsíteni, racionalizálni, amelyek mentén eddig párhuzamosan futottak egymás mellett. Nyilván a párhuzamosság mindig drágább, mint az együttműködés. Ennek mentén már a gondolatot el is kezdtük, hiszen a szociális ellátó intézményünket szeretnénk 2020. december 31-ig összevonni, és gyakorlatilag 21. januárjában már csak egy szociális ellátó intézményünk lenne. Nyilván több párhuzamot is fel tudnék még sorolni, de azt gondolom, hogy ez egy olyan nyitott helyzet lett, ami mindenki megtalálja magának a legmegfelelőt, és azt gondolom, hogy a leggazdaságosabban fenntartató rendszer fog működni. Ez azért is nagyon fontos, hiszen múlt héten volt az az időszak, amikor 2021-27-re vonatkozóan le kellett adni a fejlesztési elképzeléseinket, és meg vagyunk győződve róla, hogy az a szakmai háttér, amely ma létrejött azáltal, hogy a társulásban is dolgoznak kiváló vidékfejlesztési emberek, ugyanúgy, mint a dombvári önkormányzatban. Remélem, hogy ők is össze tudnak fogni, és hatékonyan tudjuk a járást fejleszteni, és komplex módon tudunk gondolkozni, mint a 16 település javát szolgálva. Dombóvárnak megvan a maga felelőssége, és ezzel a szolgálattal megfelelően kell élni, tette hozzá az elnök. Nekünk a 15 települést ki kell szolgálnunk, és mindent el kell követnünk, hogy a járás összes települése egyszerre egy időben fejlődjön, senki nem maradjon le ebbe a versenybe. És nyilván vannak olyan szolgáltatások, mely járás központba adódó, csak Dombóváron vehetők igénybe, abban meg viszont a 15 másik településnek kell együtt gondolkodni a Dombóvárnak, hogy ezek a fejlesztések nem azért valósulnak meg Dombóváron, mert Dombóvárnak minden megjár, hanem a járás központba kell ezeket a feladatokat ellátni. Azt gondolom, hogy ez a hangulat nyomunkban sem található meg, és egész biztos vagyok benne, hogy ez a társulás az elkövetkezendő 4 évben sikeresen fog tudni működni. Olyan projektek megvalósulásáról beszélünk, mondta Pintér Szilárd, mint az új dombóvári mentőállomás, vagy az STK járóbetegellátó korszerűsítése. De ilyen a térségi szabadidősportcentrum létrejötte is, melyek mind a Kaposmente minden települését szolgálják majd.